11. fejezet A Tesla süveg új dala Harry nem akart a barátai orrára kötni, hogy ugyanaz a halucinációja volt, mint Lunának, már ha valóban csak halucinálta a rémlovakat. Ezért, miután beült a fiákerbe, inkább milyen hallgatott a dologról. Azt viszont nem tudta megállni, hogy ne nézze az ablakon át a lovak sötét sziluettjét. – És láttátok Suette Bolcot? – kérdezte Ginny. – Mit keres megint a suliban? Csak nem ment el Hagrid? – Én örülnék, ha elment volna – jegyezte meg Luna. – Nem valami jó tanár. – De igen, az! – vágta rá kórusban Harry, Ron és Ginny. Harry vészjósó tekintettel nézett Hermione-ra. A lány megköszörülte a torkát és gyorsan bólintott. – Öhm, igen, nagyon jó tanár mi holló hát nevetségesnek tartjuk az óráit, folytatta zavartalan nyugalommal Luna. Akkor pocsék humorotok van, vágta rá dühösen Róm. A fiáker kerekei közben nyikorogva mozgásba lendültek. Lunán nem látszott, hogy megbántotta volna a sértő megjegyzés. Egy ideig bámult a ront, csak úgy, ahogy egy nem túl érdekes tévéműsort néz az ember. A zörgő, himbálózó fiákerek hosszú sora lusta kígyóként haladtak a kastély felé vezető úton. Miután a szárnyas vatkanok szobrával díszített kapu oszlopok között begördültek az iskolai birtokra, Harry előredőlve kinézett az ablakon. A tiltott rengeteg felé pislogott, abban reménykedve, hogy talán fényt lát Hagrid erdőszéli kunyhójában, de a vadőrház csak úgy, mint az erdő, beleolvadt a sötét éjszakába. Magából a kastélyból se sok látszott, a száztornyú épületóriás koronfekete tömbjén csak itt-ott ütött lyukat egy-egy ablaknyi fényesség. A fiákerek a főbejárathoz vezető kőlépcső közelében álltak meg. Harry elsőként szállt ki a kocsiból. Megint fürkészni kezdte a tiltott rengeteg környékét, hát ha mégis megpillant egy világos ablakot arra felé, de Hagrid kunyhója semmi jelét nem adta annak, hogy lakott benne. Harry megfordult hát, s a csontvázlovak felé pillantott, titkor remélve, hogy azok időközben eltűntek. De nem. A bizarr lények még mindig ott álltak a kocsik előtt, fehéren fénylő szemekkel, mozdulatlanul. Egyszer már előfordult, hogy Harry látott valamit, amit Ron nem, de az csupán egy tükörben felsejlő kép volt, sokkal megfoghatatlanabb dolog, mint száz kocsikat vezető bestia. Ha lehetett hinni Lunának, a rémlovak mindig is megvoltak, csak épp Rejtve maradtak a többség szeme elől. De akkor most egyszerre miért látta őket ő, Harry, és más miért nem? Na mi van, nem jössz? Szólalt meg mellette Ron. De, megyek. Felelte gyorsan Harry, és barátja oldalán elindult felfelé a tölgyfajtóhoz vezető lépcsőm. A fákják fényében fürdő bejárati csarnok visszhangzott a kőpadlón vonuló diákok lépéseinek zajától. A tömeg a jobb oldalon nyíló kétszárnyú ajtó felé tódult, melyen túl az évnyitó lakoma helyszíne várta őket. A nagy teremben lassan benépesült a négy hosszú asztal, melyek fölött az elvarázsolt mennyezet most csillagtalanul feketén ásított, hülyen utánozva a hosszú ablakokon át látható éjszakai eget. Az asztalok fölött lebegő gyertyák megvilágították az itt-ott elszórtan felbukkanó kísértetek ezüstös alakját és a diákokat, akik lelkesen mesélték egymásnak nyári élményeiket, kurjantva köszöntötték barátaikat, vagy épp szomszédjuk új frizuráját vagy talárját nézegették. Harry most is észrevette, hogy iskola társai összesúgnak a háta mögött, de úgy tett, mintha hidegen hagyná a dolog. Luna elkanyarodott a hollóhát hát asztala felé, Ginit pedig magukhoz csábították negyedéves barátai, így a kis csapat négy főre fogyatkozott. Harry Ron, Hermione és Neville a griffendéres asztal közepe táján találtak helyet maguknak. Félig fejnőküli Nick, a Griffendél házi kísértete és Parvati Patil meg Lavender Brown között. Az utóbbi két lány nagy hangon szimpadiasan köszöntötte Herrit, amiből ő rögtön megsejtette, hogy egy másodperce még róla beszélgettek. Pillanatnyilag azonban volt fontosabb gondja is annál, mint hogy ezen bosszankodjon. Szomszédjai feje fölött a terem hátsó fala mentén álló tanári asztal felé nézett. Nincs itt. Ron és Hermione végigjáratták tekintetüket a tanári asztalon, teljesen feleslegesen, hiszen az óriási termető Hagridot, ha ott van, első pillantásra észrevették volna. Nem mehetett el az iskolából. Dörmögte nyugtalanul Ron. Persze, hogy nem ment el, jelentette ki Harry. Ugye nem lehet, hogy baja esett, aggodalmaskodott Hermione. Nem, vágta rá Harry. Ne hát akkor hol van? Harry suttogóra fogta a hangját, hogy Neville, Parvati és Lavender ne hallják, amit mond. Lehet, hogy még nem ért vissza. Tudjátok, onnan, ahova Dumbledore küldte. Jó, ja, tényleg? Igen, az lehet. Bólintott Ron. Őt szemlátomást megnyugtatta a válasz, Hermione viszont az ajkába harapott, és tovább fürkészte a tanárokat, mintha remélné, hogy meglátja köztük Hagrid távol létének valódi okát. – Az meg kicsoda? – kérdezte hirtelen. Harry követte a lány tekintetét. Először Dumbledore professzoron akadt meg a pillantása. Az igazgató a hosszú asztal legközepén álló magas háttámlájú karosszékében ült, Ezüst csillagokkal díszített, mélyvörös talár és hozzáillő süveg volt rajta. Fejét a mellette ülő boszorkány felé hajtotta, aki épp a fülébe súgott valamit. A nő vénlány sorban maradt nagynénire emlékeztette Herrit. Kövér volt, rövid, göndör, barna hajába, harsány rózsaszínű masnis szalagot kötött, talárja fölött pedig szintén rózsaszínű, bolyhos kardigánt viselt. Mikor aztán kisé a diákok felé fordult, hogy igyon egy kortyot a kupájából, Harry döbbenten ismert rá a fakó, békaszerű arcra, és a düllett táskás szemekre. Ez Ambridge. Kicsoda? Nézett rá Hermione. Ott volt a tárgyalásomon. Karamelnek dolgozik. <laughs> Jó kis kardigánnya van. Vigyorgott Rom. Karamelnek dolgozik. Ismételte homlokát ráncolva Hermione. Akkor meg mi a manót keres itt? Nem tudom. Hermione összehúzott szemmel végignézett a tanári asztalon. Nem, motyogta végül. Nem, biztosan nem. Harry nem értette ugyan, miről beszél Hermione, de nem kérdezett rá, mert figyelmét Suette Polc professzor vonta magára. A tanárnő most tűnt csak fel a hosszú asztal mögött. Átsétált az asztal túlsó végére, és leült arra a helyre, ami egyébként Hagridot illette volna. Ez azt jelentette, hogy az elsősök átkeltek a tavon, és megérkeztek a kastélyba, s valóban néhány másodperc múlva feltárult a bejárati csarnokba nyíló ajtó, és meggalagony professzor vezetésével bevonultak rajta a megszeppent, pislogó elsőévesek. A tanárnő egy támla nélküli kis széket hozott be magával, s azon egy ősrégi, csupa folt varázsló süveget, amelyen a karima közelében széles szakadás égtelenkedett. A nagy terem fokozatosan elcsendesedett. Az elsősök felsorakoztak a tanári asztal előtt, arccal az első bévesek felé fordulva. Meggalagony professzor letette eléjük a kis széket, aztán hátra húzódott. A gyertyafényben minden elsős sápatnak tűnt. Egy alacsony fiúcska, aki a sor kellős közepén állt, még talán remegett is. Herinek eszébe jutott, hogy annak idején milyen rémülten állt ő maga is, várva a titokzatos megmérettetést, melynek során eldől, hogy ki melyik ház lesz. Az egész iskola visszafojtott lélegzettel várt. Aztán egyszer csak szájmódjára kinyílt a vén fejfedő karimája melletti szakadás, és a tesznek dalolni kezdett. Hajdan, mikor új voltam még, négy mágus összeállt, és eldöntötték, létrehoznak egy varázsló tanodát, hol az ifjak hallgathatják oktatóik bölcs szavát, s továbbadhatják a vének tudásuknak legjavát. Sokan mondták, nemes a cél, melyért a négy síkra száll, nem hitték, hogy valaha is rút viszály közéjük áll. Mély bátorság fűzte egybe Griffendélt és Mardekárt, jóban rosszban összetartott hugrabug és hollóhát. De jaj, egységük vígnapját széthúzásnak bús éje követte, és erről szól a teszlek süveg meséje. Szólt Mardekár, az jöjjön ki mágos szülők gyermeke, szólt Hollóhát, azt tanítsuk, kinek éles az esze, szólt Griffendél, iskolánkba bátor ifjak jöjjenek, szólt Hugrabug, én előttem egyelő minden gyerek. Véleményük különbözött, össze még se vesztek. Eldöntötték, mindannyian felelősek lesznek egy-egy házért, mely az övék, így Mardekár, teszem azt, magához hívhatott minden tiszta vérűt és ravaszt. Hollóhátnál az okosok hasznát látták eszüknek, bátor lelkű társaik meg Griffendélhez kerültek, húgrabokhoz ment a többi. De akkoriban még négy hű barát volt a négyház, szent volt a szövetség, sok-sok évig honolt béke köztük s egyetértés. Még nem végül kapzsi becsvágy, sima szó, Kísértés egymás ellen fordította a négy büszke házat, és közöttük féltékenység, gyűlölködés támadt. Egy ideig már-már úgy tűnt, a roxfortnak vége, hiszen barát-barátnak lett eskütt ellensége. Végül aztán egyik reggel elment a mardekár, és az ádásztus a nyomban véget is ért. – Haj, de már nem lett újra egy, mi egy volt! – s négy házunk azóta bús emlékét őrzi annak, mit elsírte óta. Így eshetett, hogy megkaptam kényszerszülte posztomat, kár, hogy ami egyben teljes, négybe épp én osztom azt. Dalomba pár újabb strófát azért szövök ma bele, mert bár elvégzem a munkám, sejtem, kárt teszek vele. Régi bűbáj kötelez rá, hogy betöltsem tisztemet, de oldom, mit kötni kéne, és ebből félek baj lehet. Éber szemmel lássátok meg mind a baljós jeleket, veszélyes ránk, ártó szándék, zord ellenség fenyeget. Egység kell most, összefogás, ha széthúzunk, elveszünk. És most jöjjön a beosztás, essünk túl rajta, gyerünk! A süveg elhallgatott, és mozdulatlanná dermedt. A teremben kitört a taps, de ezúttal beszélgetés muraja vegyült bele, ami Harry emlékezete szerint még sose fordult elő. A diákok szerte a teremben összesúgtak szomszédjaikkal, s Harry sejtette, miféle megjegyzéseket tesznek. Bőbeszédű volt az idén, szólt Rom. Az biztos, bolintott Harry. A teszleg süveg dalaiban rendszerint az egyes házak jellemzésére és saját szerepének leírására szorítkozott. Harry nem emlékezett rá, hogy valaha is tanácsot adott volna az iskola tanulóinak. Kíváncsi lennék rá, hogy máskor is figyelmeztette -e már a roxfortosokat. Szólt nyugtalanul Hermione. Bizony, előfordult, felelte jól értesülten félig fejnélküli Nick, s Nevillen át Hermione felé hajolt. Nevil felnyögött, rémes érzés, ha egy kísértet áthajol az emberen. A süveg kötelességének érzi, hogy szükség esetén bölcs tanácssal lássa el az iskola tanulóit, azonban meggalagony professzor, aki arra várt, hogy a süveghez szólíthassa az elsősöket, most perzselő pillantást vetett a súgdolózókra, és a hatás nem is maradt el. Félig fejnélküli Nick ajkához emelte áttetsző mutató ujját, és kihúzta magát nevilből. A diákok elhallgattak. Meggalagony szigorú tekintete még egyszer végig söpört a termen, aztán megállapodott a neveket tartalmazó hosszú pergamenlapom. kombi jön. a rémült fiúcska, aki már korábban feltűnt Herinek, most botladozva kilépett a sorból, és a fejére tette a süveget. A fejfedő annyira nagy volt neki, hogy ha elálló fülei nem nyújtanak támaszt, az egész feje eltűnt volna benne. A teszleg süveg egy kicsit gondolkodott, aztán kinyílt a szakadás, és elhangzott a döntés. Griffendél! Harry asztalánál tapsvihar tört ki. Juen Abel kombi oda botladozott hozzájuk és leült, de látszott rajta, hogy legszívesebben a föld alá süllyedne. A beosztás folytatódott, és az elsősök hosszú sora egyre fokhíjasabbá vált. A nevek szólítása és a teszlek süveg döntése közti szünetekben Harry egyre hangosabb korgást hallott rongyomra felől. Végül, miután Celler Rose is elfoglalta helyét a Hugrabogasztalánál, asztalánál, meggalagony kivitte a teremből a süveget meg a széket, és Dumbledore professzor emelkedett szólásra. Bármennyire is neheztelt Harry az utóbbi időben az igazgatóra, valamiért megnyugvással töltötte el a látvány, hogy Dumbledore ott állt az iskola színe előtt. A kellemetlen meglepetések, a sárkányszerű lovak felbukkanása és Hagrid hiánya, Ürömöt kevertek a régen várt visszatérés örömébe, hamis hangok voltak egy jól ismert, gyönyörű dalban. Annál jobban esett látni, hogy legalább ebben nincs változás. Az igazgató feláll, hogy köszöntse őket, és jó étvágyat kívánjon az évnyitó lakomához. Kedves első évesek! szólalt meg Dumbledore két karját széttárva sugárzó mosolyjal az arcán. Örülünk, hogy itt vagytok! Kedves felsőbévesek. évesek! Örülünk, hogy újra itt vagytok. Vannak pillanatok, amikor helyén való a szónoklat. Ez nem olyan pillanat. Vigyázz! Kész! Falatozz! A kellemesen rövid beszédet a diákok hálás nevetéssel és tapsa jutalmazták. Dumbledore komótosan leült és átdobta vállán hosszú szakállát, hogy az ne lógjon bele a tányérjába, ugyanis az asztalok egy szempillantás alatt roskadásig megteltek húsokkal, zöldségekkel, kenyérrel, mártásokkal és tökleveses csöbrökkel. – Szuper! – szólt éhes mordulás kíséretében Rom, azzal maga elé húzta a legközelebbi sült húsos tálat, és félig fejnélküli Nick sóvárgó pillantásától kísérve hozzálátott tányérja megpakolásához. – Mit is kezdtél elmondani a beosztás előtt? Fordult a kísértethez Hermione. A teszleg süveg figyelmeztetéséről volt szó. Ó, igen, igen! Nick szemlátomást örült, hogy nem kell tovább néznie Ront, aki a kultúrát étkezés szabályai teljes mértékben figyelmen kívül hagyva esett neki, a sült krumplinak. Igen, nem egy alkalommal voltam már főtanúja, hogy a süveg figyelmeztetést intézett az iskolához. Mindig olyankor teszi ezt, ha a veszélyt sejt, és természetesen mindig ugyanazt a tanácsot adja. Fogjatok össze, egységben az erő. Hommal tudná egy büget, ha vezet Kérdezte Ron, akinek annyira tele volt a szája, hogy Harry azt is nagy teljesítménynek tartotta, hogy egyáltalán hangokat tudott kiadni. Parancsolsz? kérdezett vissza udvariasan félig fej nélküli Nick. Hermione undorodva nézett Ronra, aki nagy nehezen lenyelte a falat felét, és megismételte a kérdést. Honnan tudná egy süveg, hogy veszélyben van az iskola? Fogalmam sincs. Rászta szellemfejét Nick. Megjegyzem, Dumbledore irodájában lakik, úgyhogy feltehetőleg hall ezt azt. És azt akarja, hogy a házak jó barátok legyenek? Harry a mardekáros asztal felé pillantott, ahol Melfoy királyként trónolt udvaroncai körében, ahhoz csoda kellene. Cseppet se helyes ez a hozzáállás, szólt szemrehányóan Nick. A megoldás kulcsa a békés együttműködés. Mi kísértetek, ház szerinti hovatartozásunkon felül emelkedve baráti kapcsolatot tartunk fenn egymással. A Griffendél és a Mardekár versengése dacára eszem ágába sincs keresni a konfliktust a véres báróval. De csak mert félsz tőle, mint a tűztől, jegyezte meg Róm. Félig fej Nick mélységes megütközéssel nézett rá. Félek? Engem? Sir Nikolász Mimzi Porpingtont soha életemben nem ért a gyávaság vágyja. A nemes vér, mely ereimben csörgedezik... Milyen vér? szakította félberón. Azt nem mond, hogy még most is van. Átvitt értelem, bemondtam. Csattant fel Nick. Feje az ingerültségtől vészesen inogni kezdett, szinte teljesen kettévágott nyakán. Engedtessék meg, hogy legalább a szavaimat szabadon megválaszthassam, ha már az étels ital nyújtotta örömök, megtagadtatnak tőlem. Mindazonáltal hozzászoktam már, hogy egyes diákok ízetlen tréfák tárgyává teszik halálomat. Ron nem nevetett ki téged, Nick szólt békítően Hermione, és dühös pillantást vetett Rónra. Sajnos Rón szája épp megint pukkadásig tele volt, s bár annyit sikerült kipréselnie magából, hogy debagallag megzérdeni!» Nick ezt a jelek szerint nem volt hajlandó bocsánatkérésként értelmezni. Sértődötten a levegőbe emelkedett, megigazította a tollas kalapját, majd elsuhant az asztal végére, s ott helyet foglalt a krívi fivérek Colin és Dennis között. – Ezt jól megcsináltad! – korholta Hermione ront. – Miért? – mértatlankodott a fiú, miután végre sikerült lenyelnie a falatot. – Már kérdezni se szabad. – Sörnyű vagy! – zárta le a vitát Hermione, és a vacsora hátra lévő részében nem szóltak egymáshoz ronnal. Harry már megszokta összezőrenéseiket, úgyhogy meg se próbált békítőként fellépni, inkább befejezte a marha sültjét, és utána megvett egy teli tányérnyit kedvenc melaszos süteményéből. Ahogy a diákok jól laktak, és a zajszint újra emelkedni kezdett, Dumbledore ismét felállt. A teremben azonnal néma csend lett, és minden fej az igazgató felé fordult. Harry a jól lakottságtól kellemesen elálmosodott. Megnyugtató volt tudni, hogy valahol fent vár rá egy meleg, puha ágy. Most, hogy megérdemelt helyükre kerültek, egy csodás lakoma kellékei, fogott mondókájába Dumbledore, kérem, hallgassátok meg szokásos évelei bejelentéseimet. Az iskola melletti erdő tanulóink számára tiltott terület, az első éveseket arra kérem, jegyezzék meg ezt, egyes idősebb diákjainkat pedig arra, hogy ne felejtsék el. Harry Ron és Hermione lopva összemosolyogtak. Fritz úr iskolán gondnoka, megkért rá, saját becslése szerint a 462. alkalommal, hogy emlékeztesselek benneteket. A tanórák közötti szünetben tilos a folyosókon varázsolni. Ezen kívül még jó néhány más dolog is tilos. A teljes lista immár megtekinthető Fritz úr szobájának ajtóján ami a tanári kart illeti. Két személyi változásról számolhatok be. Örömmel üdvözöljük újra körünkben Suette Polc professzort, aki a legendás lények gondozása órákat tartja majd, s hasonló örömmel mutatom be nektek Ambridge professzort, iskolánk új, sötét varázslatok kivédése tanárát. A diákok udvarias, de lelkesnek nem nevezhető tapsa közben Harry, Ron és Hermione riadt pillantást váltottak. Dumbledore nem szólt róla, meddig marad az iskolában születte polc. Mikor újra csönd lett, az igazgató folytatta. A házak kvidis csapatainak válogatásaira a. Dumbledore váratlanul elhallgatott, és kérdő tekintettel Ámbris professzorra nézett. Mivel a boszorkány nem sokkal volt magasabb állva, mint ülve, az első pillanatban senki nem értette, mi történt. Aztán Ambridge megköszörülte torkát, ehem, ehem, világossá téve, hogy felállt és beszélni kíván. Dumbledore arca csak egy szemvillanásnyi ideig tükrözött meglepetést. Aztán leült és úgy nézett Ambridge professzorra, mintha a leghőbb vágya lenne meghallgatni a boszorkány mondandóját. Más tanárok nem titkolták ilyen ügyesen megütközésüket. Bimba professzor szemöldöke eltűnt borzas tincsei mögött, megalagony pedig olyan pengevékony ajkakat produkált, mint még soha. Nem volt még rá példa, hogy egy új tanár belefolytotta volna a szót dumbledore -ba. A diákok közül sokan somolyogtak az orruk alatt, mintha azt mondanák, ez a nő úgy látszik nem tudja, hogy mennek a dolgok a Roxfordban. – Köszönöm, kedves üdvözlő szavait, igazgató úr! – szólt kincstári mosolyjal Ambridge. Vékony, magas hangon, kislányosan kényes kedve beszélt, szavai hallatán Herit újra elfogta az a megmagyarázhatatlanul erős viszonygás, amit a tárgyalóteremben is érzett. A rémes hangjától a bolyhos rózsaszín kardigánjai mindent utált ebben a nőben. Ambridge újra megköszörülte a torkát, ehem, ehem, és folytatta csodálatos érzés visszatérni a Roxfordba. Elmosolyodott, és ettől láthatóvá váltak meghökkentően hegyes fogai. És még csodálatosabb látni azt a sok csillogó szemet és mosolygó arcocskát. Harry körülnézett a teremben. Egyetlen mosolygó arcot se látott, elkerekedett szemet viszont annál többet. Mindenkit megdöbbentett, hogy Ambridge úgy beszél hozzájuk, mintha öt évesek lennének. Alig várom, hogy külön-külön is megismerhesselek benneteket. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó barátok leszünk. A diákok hitetlenkedve összenéztek, és sokan már nem is próbálták elfolytani vigyorukat. Leszek én a barátja, csak rám ne adja azt a kardigányát. Súgta Parvati Lavendernek, és mindketten vihogni kezdtek. Ambridge professzor megint megköszörülte a torkát. <gül> <gül> de mikor folytatta, egyszerre komolyabb hangot ütött meg, s beszéde monotonná vált, mintha betanult szöveget mondana fel. A mágiaügyi minisztérium mindig is kiemelkedő fontosságot tulajdonított az ifjú, boszorkányok és varázslók képzésének. A veletek született értékes tehetség kárba vész, ha nem építünk rá, ha nem aknázzuk ki szakszerű oktatással. Nemzedékről nemzedékre tovább kell adnunk a varázsló társadalom ősi örökségét, a tudást, melyet máskülönben mindörökre elveszítenénk. Közös kincsünket, az elődök által felhalmozott mágiai ismereteket őrizniük és gyarapítaniuk kell azoknak, akik ennemes nemes munkát a tanítást választják hivatásul. Ambridge professzor szünetet tartott, és biccentéssel tisztelgett a tanári többi tagja előtt. Egyetlen kollégája se biccentett vissza. Meggalagony professzor annyira összehúzta sötét szemöldökét, hogy arca kimondottan súlyomszerű lett, és Harry ezt tisztán látta, sokat mondó pillantást váltott Bimba professzorral. Ambridge közben újra megköszörülte a torkát, ehem, ehem, és folytatta szónoklatát. A Roxford minden igazgatója és igazgatónője bizonyos mértékig megváltoztatta, megújította e nagy múltú iskolát, és ez így is van rendjén, mert ahol nincs haladás, ott pangás és hanyatlás van. Az öncélú újításnak azonban nem engedhetünk teret, hiszen botorság elvetni az idő próbáját kiált szokásokat. A régi és az új az állandóság és a változás, a hagyományőrzés és a hagyományteremtés közötti egyensúly tehát, Harry figyelme egyre inkább lankadt, s agya már csak foszlányokat fogott fel Ambridge mondataiból. A csend, ami Dumbledore beszédei alatt sosem tört meg, egyre tisztábban hallható alapzajnak adta át a helyét, a diákok összehajoltak és sugdolózni, majd nevetgélni kezdtek. Oda át a hollóhát asztalánál csócseng Cseng éring társalgásba merült barátaival. Néhány székkel odébb Luna Lávgód elővette a hírverőt és olvasni kezdett. A hugrabugos örni Macmillan azon kevesek közé tartozott, akik még mindig ámbrizsa szögezték a szemüket, de az ő tekintete is merev és üres volt. Harry gyanította, hogy csupán azért színlel figyelmet, mert a mellén csillogó szép új prefektusi jelvény birtokában ezt kötelességének érzi. Ambridge professzornak szemlátomás nem tűnt fel, hogy hallgatósága nagy részét nem érdekli, amit mond. Herinek az volt az érzése, hogy ha a fegyveres lázadás törne ki a teremben, a boszorkány akkor se zavartatná magát. A tanárok egyébként mind feszült figyelemmel hallgatták a monológot, Hermione pedig egyenesen csüngött Ambridge ajkán, bár arckifejezése arról árulkodott, hogy cseppet sem tetszik neki, amit hall. Mert egyes reformokat igazol az idő, míg mások helytelennek bizonyulnak. A hagyományok egy részét illő és üdvös továbbvinni, de el kell vetni az idejét múlt szokásokat. Lépjünk hát tovább, hogy beköszönthessen a nyitottság, a hatékonyság, a felelősség teljes munka korszaka, melyben megőrződik az, ami megőrzésre méltó, tökéletesedik, ami tökéletesítést igényel, és szigorú tilalom sújtja mindazt, ami káros. Ambridge elhallgatott és leült. Dumbledore tapsolni kezdett. A tanárok követték példáját, de többen közülük csak egyszer vagy kétszer csapták össze a tenyerüket. Néhány diák is tapsolt, a többség viszont csak késve vette észre, hogy véget ért a beszéd, s mire tapsolni kezdtek volna, Dumbledore újra felállt. – Hálásan köszönjük, Ambridge professzornak, igen tanulságos felszólalását. Szólt és udvariasan bólintott Ambridge felé. – Nos, amint mondtam, a házak Quidditch csapatainak válogatásaira… Az biztos, hogy tanulságos beszéd volt. Jegyezte meg folytott hangon Hermione. Csak azt nem mond, hogy élvezted, felelte farcarrom. A legunalmasabb szónoklat volt, amit életemben hallottam, pedig Percy mellett nőttem fel. Tanulságos volt, nem élvezetes, suttogta Hermione. Sok mindent megmagyarázott. Igen, nézett rá csodálkozva Harry. Nekem egy rakás maszlagnak tűnt. De a maszlagban el volt rejtve néhány fontos dolog, felelte komoran Hermione. Tényleg? Az például, hogy az öncélú újításnak nem engedhetünk teret, és hogy szigorúan tiltani kell mindent, ami káros. Jó, és ez miért fontos szerinted? Türelmetlenkedett Rom. Azért fontos, válaszolt összeszorított fogakkal Hermione, mert azt jelenti, hogy a minisztérium bele akar szólni a Roxford dolgaiba. Egyszerre nagy zsivaj támadt a teremben. Dumbledore a jelek szerint elbocsátotta a társaságot, mert mindenki felállt és indulni készült. Hermione izgatottan talpra ugrott. – Gyere gyorsan, Rom! Nekünk kell felkísérni az elsősöket! – Ja, tényleg! – kapott észbe a fiú. – Hé, hé! Ha-ho! Tök magok! – Ron! – Mi bajod? Olyan kis törpék! – Akkor se nevezheted őket tök magnak! Első évesek? kiáltotta a parancsoló hangon Hermione. Ide hosszám! Egy csapatnyi gólya bátortalanul elindult a Griffendél és a Hugra bogasztala között. Valóban nagyon kicsinek tűntek. Harry arra gondolt, hogy ő azért nem volt ennyire gyerek elsős korában. Bátorítóan rámosolygott a gólyákra. Egy szőke fiúcska, aki Juan Abercombe mellett lépkedett, összerezzent, majd megbökte Juant, és valamit a fülébe súgott. Erre Juan is rémült arcot vágott, és a szeme sarkából rápillantott Herire, aki érezte, hogy arcára fagy a mosoly. Majd találkozunk, motyogta oda Ronnak és Hermionénak, azzal elindult kifelé a nagyteremből. Menet közben mereven maga elé nézett, hogy ne kelljen észrevenni az összesúgó, bámuló és mutogató diákokat. Így szelte át a tömeget a bejárati csarnokban. A márvány lépcsőn aztán begyorsított, majd rejtett mellékutakra tért, hogy lerázza a tömeget. Buta voltam, hogy nem készültem fel erre, gondolta mérgesen, mikor már egy néptelenebb emeleti folyosón haladt. Számítania kellett volna rá, hogy mindenki megbámulja majd, és csak két hónapja történt, hogy egy iskolatársa holtestével a karjában lépett ki a himágos labirintusból, utána pedig azt állította, hogy tanúja volt Voldemort nagyúr visszatérésének. Még ha akart volna, akkor se tarthatott volna nyilvános beszámolót a temetőben történtekről, hiszen év vége volt, mindenki hazautazott. Közben megérkezett a Griffendél torony bejáratához vezető folyosó végére, de mikor megállt a kövér dáma portréja előtt, rádöbbent, hogy nem tudja a jelszót. Ö, motyogta tanács -talanul és felnézett a képre. A festett asszonyság megigazította rózsaszínű szatén ruhája redőit, és gőgös pillantást vetett rá. Ha nincs jelszó, nincs belépés, jelentette ki. Én tudom a jelszót, csendült egy lelkes hang. Harry megfordult. Nevil kocogott felé a folyosón. Gépzeld, lehet, hogy az idén meg tudom jegyezni a jelszót. Talált ki, mi az. Nevil meglengette a csúf kis kaktuszt, amivel a vonaton büszkélkedett. Mimbolus Mimbeltónia. Úgy van, bolintott a kövér A portré ajtó módjára kinyílt, és mögötte láthatóvá vált a falon vágott kereknyílás. Harry és Neville bemásztak rajta. A Griffendale klub mint mindig, most is hívogatóan meghitt hangulatot árasztott. A kerek toronyszoba tele volt kopott, puha karosszékekkel és rozoga asztalokkal. A kandalóban lobogó vidám tűznél néhányan összegyűltek egy kis lefekvés előtti kézmelengetésre. Fred és George is ott voltak a helyiségben, épp feltűztek valamit a hirdető táblára. Harry nem volt beszélgetős kedvében, úgyhogy épp csak jó ét intett az ikreknek, és már indult is tovább a fiúk hálószobáihoz vezető ajtó felé. Neville követte. A hálóterembe lépve ott találták Green Thomas-t és Seamus finigent. A fiúk nagy munkában voltak. Azon fáradoztak, hogy módszeresen kitapétázzák az ágyaik melletti falat poszterekkel és fényképekkel. Közben beszélgettek valamiről, de amint meglátták az érkezőket, egyszerre elhallgattak. Harry először arra gondolt, hogy bizonyára róla folyt a szó, aztán meg arra, hogy kezeltetnie kellene az üldözési mániáját. – Sziasztok! – szólt, azzal egyenesen a ládájához lépett és kinyitotta. – Szia, Harry! köszönt vissza Dean, aki a West Ham futball csapatának színeiben virító pizsomát viselt. Milyen volt a vakáció? Tűrhető, dörmögte Harry. Nyári élményeinek részletes taglalásában nem akart belefogni, mert az reggelig tartott volna. És nektek? Nekem jó nyaram volt, nevetett din. Vagy minden esetre jobb, mint Sémösznek. Épp az előbb mesélt róla. Miért? Mi történt? Kérdezte Neville, miután gondosan elhelyezte az éjjeli szekrényen a Mimbulus Mimbeltóniát. Sémusz nem válaszolt rögtön. Valamiért borzasztóan fontosnak érezte, hogy előtte még igazítson egyet a Kenmer Kestrels Quidditch csapat poszterén. Harry csak a hátát láthatta, mikor végre megszólalt. Anyám nem akarta, hogy visszajöjjek. Harry épp kibújni készült a talárjából, de megállt a mozdulat közben. Micsoda? Nem akarta, hogy visszajöjjek a Roxfordba. Sémusz elfordult, és kotarászni kezdett a ládájában. Még most sem nézett rá Harryre. – De miért? – kérdezte döbbenten Harry. El se tudta képzelni, hogy Sémus édesanyjának, aki boszorkány, hogyan támadhatott ilyen dörzlis ötlete. Sémus előbb felhúzta és begombolta a pizsomáját, és csak utána válaszolt. – Hát, azt hiszem miattad Harry pulzusa egy szempillantás alatt megduplázódott. Úgy érezte, mintha minden oldalról láthatatlan ellenség közeledne felé. Hogy érted ezt? kérdezte gyorsan. Hát úgy, hogy anyám, kezdte Sémősz, még mindig kerülve Harry pillantását, végül is nem csak miattad, hanem Dumbledore miatt is. Beveszi, amit a reggeli proféta ír, emelte fel a hangját Harry. Elhitte az újságnak, hogy hazudok, Dumbledore meg egy vén bolond. Sémusz most végre a szemébe nézett. Igen! Heri nem szólt többet. Az éli szekrényre dobta a varázspálcáját, kibújt talárjából, dühösen a ládájába gyűrte és pizsomát húzott. Torkig volt az egésszel. Elege volt belőle, hogy megbámulják és mindenki róla beszél. Ha tudnák, ha csak sejtenék, hogy milyen érzés átélni azt, amit ő átélt. De nem sejtelmük sincs róla. Mrs. Finigan se tud semmit, és nem is próbálja használni az agyát az az ostoba nő, gondolta dühötten. Lefeküdt az ágyra, és már nyúlt a függöny után, hogy behúzza, amikor Seamus megszólalt. Figyelj, most őszintén, mi történt aznap este, amikor, tudod, amikor, szóval, Cedric Diggory-val? Seamus hangjában szorongás és kíváncsiság keveredett. Dean, aki addig a ládájában kotorázott a papucsa után, most hirtelen mozdulatlanná dermett, ő is érdeklődve várta a választ. – Miért engem kérdezel? – felelt Goromban Harry. – Olvasd te is szorgalmasan a reggeli profétát, vagy beszélgess az anyukáddal, ha olyan jól értesült. – Anyámról szállj le, jó? – fortyant fel Seamus. – Leszállok róla, ha nem fog hazugnak nevezni. – Vágott vissza Harry. – Hagyd abba, Potter! – Majd abba hagyom, ha akarom! – Harry dühében felkapta az éli szekrényről a pálcáját. És ha nem tetszik, hogy egy szobában kell aludnod velem, szólj meg Galagonynak, ő majd átköltöztet. Hogy ne kelljen aggódni az anyukádnak. Mondtam, hogy szállj le az anyámról. Mi van itt? A kérdést Ron tette fel, aki ebben a pillanatban lépett be a szobába, s most elkerekedett szemmel állt az ajtóban. Először herit bámulta meg, aki az ágyán térdelt, és pálcáját Sémőszre szegezte, aztán a dütörre remegő Sémőszre nézett. Potter szídja az anyámat! Kiabálta a szőke fiú. Mi? Hitetlenkedett Rón. De hisz ismerjük az édesanyádat, nagyon kedves volt. Kedves volt addig, amíg nem a reggeli proféta hazugságait szajkózta. Mordult fel Harry. Ja, Rón lassan bólintott. Értem. Igaza van. Sziszegte Sémősz, újabb gyilkos pillantást vetve Harryre. Tényleg nem akarok egy szobába lakni vele, mert nem normális. Hagyd abba! Szólt rá Rón, s füle vészjósóan vörösödni kezdett. Megsérted a házi rendet. Én sértem meg! Ordított Sémősz. Te elhiszed a sok hülyeséget, amit tudod kiről összehordott mi? Szerinted az mindig igaz, ugye? Igen! Vágta rá dühösen Rón. Akkor te is őrült vagy! A csargott Sémősz. Igen? Csak az a baj, öreg, hogy prefektus is vagyok, felelte és a melkasán díszelgő jelvényre bökött. Úgyhogy, ha nem akarsz büntető feladatot, vigyázz a szádra! Sémös arcán látszott, hogy a büntetés nem feltétlenül tartja túl nagy árnak azért, hogy kimondhassa, ami a nyelve van, de végül mégis beérte egy megvető mordulással. Ledobta magát az ágyára, és behúzta a függönyt. Illetve behúzta volna, de a dühös rántástól a függöny leszakadt, és egy kupacban a padlón kötött ki. Ron még egyszer rávillantott a szemét Sémőszre, aztán Dínhez és Nevilhez fordult. – Másnak is van gondja Herivel? kérdezte fenyegetően. – Az én szüleim múglik, haver – mondta meg a vállát Dean. – Fogalmuk sincs róla, hogy valaki meghalt a Roxfordban, mert nem voltam olyan lököt, hogy elmondjam nekik. – Te nem ismered anyámat – fakadt ki Sémősz. Ő bárkiből bármit ki tud szedni, és a te szüleidnek nem jár a reggeli próféta. Azt se tudják, hogy az igazgatónkat kirúgták a vizengámatból, meg a mágusok nemzetközi szövetségéből, mert már tök szenil is. A nagyanyám szerint ez marhaság, szólt közben Neville. Azt mondja, nem dumbledore szállt el az agya, hanem azoknak, akik ilyeneket írnak róla az újságban. Le is mondta az előfizetésünket. Mi hiszünk Herinek, tette hozzá nemes egyszerűséggel, majd bemászott az ágyába, állig betakarózott, fontoskodó pillantást vetve Sémőszre, és így folytatta. A nagyanyám mindig is azt mondta, hogy fogunk még halani tudott kiről. Szerinte, ha Dumbledore azt mondja, hogy visszatért, akkor úgy is van. Herrit őszinte hálával töltötték el ezek a szavak. A vita ezzel véget is ért. Seamus elővette a pálcáját, visszavarázsolta a helyre a függönyt, majd el is tűnt mögötte. Dean bebújt az ágyába, rögtön az oldalára fordult, és nem szólt többet. Neville holdfényben fürdő kaktuszát nézegette, úgy tűnt, neki sincs több mondani valója. Ron csendesen matatott a holmiával, Harry pedig hanyat dőlt, és a párnára hajtotta fejét. Felkavarta a veszekedés sémüssel, akit mindig is rokon szenves fiúnak tartott. Hány ember fogja még a fejéhez vágni, hogy hazudik és nem normális? Vajon Dumbledore is ilyen kínokat állt ki a nyáron, miután előbb a vizengámodban, aztán a mágusok nemzetközi szövetségében is ajtót mutattak neki? Talán dühös lett rá Harryre, azért vette semmibe őt két hónapon át. Végül is együtt kerültek ebbe a kutyaszorítóba. Dumbledore hit neki, lényegében az ő beszámolóját visszhangozta előbb a Roxford diákjai, majd a szélesebb nyilvánosság előtt. Aki őt, Herit hazugnak tartja, annak azt kell gondolni a Dumbledore-ról, hogy jó vagy rossz hiszeműen, de rémhíreket terjeszt. Róni is ágyba bújt, és elfújta az utolsó gyertyát a szobában. Egy napon belátják majd, hogy igazunk volt. Gondolta keserűen Harry. Csak azt nem tudta, hány hasonló támadást kell még elszenvednie, amíg felvirrad az a nap.